ősz, akkor az a képzőművészet ünnepe Hódmezővásárhelyen. Köszöntöm a Kultikum nézőit! Önök a Vásárhelyi Televízió újrainduló kulturális magazinját látják, amelynek első részében mi mással is foglalkozhatnánk, mint az őszi tárlattal, amely idén 68. alkalommal nyílt meg a művészet szerető közönség előtt, itt az Alföldi Galériában. Majd innen átmegyünk a Tornyai János Múzeumba, ahol a kotormánok kiállításait is felfedezhetik. Tartsanak velünk! Kvalitás és minőség jellemzi a 68. őszi tárlatot. Idén az 5 fős szakmai zsűri 180 művész 214 művét találta alkalmasnak a bemutatásra itt az Alföldi Galériában. A Tornyai plakettet Király Gábor érdemelte ki, a vásárhelyi Kéri László pedig életműdíjat kapott, de a sor szinte végtelen, mert itt közel 20 díj talált gazdára. Rangit elismerésben részesülni, ugyanis ez a válogatás hazánk egyik legrégebbi múltra visszatekintő, ugyanakkor a legmagasabb összdíjazású kortárs képzőművészeti seregszemléje. A hagyományok folytonosságát dicséri a vásárhelyi őszi tárlat, hiszen már 68. alkalommal rendezi meg a város, így ez az európai régióban is az egyik legrégebbi múltra visszatekintő kiállítás sorozat. Az előszónak azt a címet adtam ebben a katalógusban, hogy monumentalitás és provincia. Valóban monumentális ez a tárlat, nem csak vásárhelyi szinten monumentális, hiszen rengeteg alkotó adott be műveket, és nagyon eltérő alkotások vannak, és főleg a táblaképek esetében egyre növekvő méretekről adhatunk számot, és valóban már lassan szűkösnek bizonyulnak az Alföldi Galéria falai ezeknek a festményeknek az elhelyezésére. De emellett azért nagyon erőteljesen itt van az a fajta idézőjelben provincializmus, amely lehet jó vagy lehet rossz. Ugye az ókori rómaiak vagy az ókori hellenizált római világnak az alkotói Ovidiusszal az élen a távolságot, a provinciában való létet azt a Rómától, vagy legalábbis az Itáliától való távolságban mérték. Mi a hagyományos művészeti centrumoktól távol vagyunk, mégis néhány ember 7 évtizeddel ezelőtt tudott egy olyan hagyományt teremteni, amelynek azt gondolom, hogy minden értelemben, amely szempontokat az előbb soroltam, nehéz megfelelni, kihívás megfelelni, és amely arra kötelez minket, hogy itt idézőjebb a provinciában, itt idézőjebb a barbarikumban is minőségi és kvalitásos alkotásokat hozzunk létre, és így váljunk, ha szimbolikusan is, de Rómává vagy Itáliává, és váljunk mi magunk a képzőművészeti színtérnek egy centrumává erre a néhány hétre. Idén a több mint 600 beérkezett műből végül 180 művész 214 alkotása látható az Alföldi Galéria földszinti termeiben és folyosóján. Arra is büszkék vagyunk, hogy Hódmezővásárhely anyagilag is nagyon sokat tett. Mindig ezért a kiállításért és persze a művészetekért, a legmagasabb összdíjazású és legmagasabb egyedíjazású kiállítás ez ma Magyarországon. Mennyire számít ez mérföldkőnek, hogy ebbe te részt vehetsz? Nem csak megtiszteltetés, hanem óriási kihívás, és az a fajta sokszínűség, ami ezen a tárlaton van, azok az adottságok, amelyek egy valahai gimnáziumi épület termeiben, ahol ablakok, ajtók, különböző függesztési magasságok járnak együtt azzal, hogy a műalkotásoknak teret kell keresni, a műalkotásokat, a méretük, és a tematikában, stílusban egymással való kommunikációkban is összhangba kell hozni. Azt kell mondjam, hogy szinte lehetetlen, de mégis valamilyen törekvés van a részünkről arra, hogy élvezhető, befogadható és szerethető legyen a kiállítás. Az 5 tagú szakmai zsűri az őszi tárlatok rendszeres kiállítóját Király Gábor találta idén érdemesnek a Tornyai plakettre. A festőművész képein azt mutatja meg, hogyan látja a mai kor emberét. Nagyon meglepődtem. Először, amikor képíró Ágnes művészettörténész közölte velem ezt a hírt, és hát nagyon örültem neki, mert nagy büszkeség egy ilyen rangos díjat elnyerni. Milyen alkotásokkal neveztél be? Hát igazából kiválogattam az utóbbi pár év munkáiból 3 darabot. Gondoltam, hogy legyen változatosabb egy kicsit a tematikája, vagy a technikája, amikkel ezek az alkotások készültek. Így beadtam egy freskót, aztán egy vászorra festett képet, illetve egy ugyanúgy vászorra festett, de egy fatáblára applikált képet, ami gondoltam, hogy ez a 3 munka majd a legjobban megmutatja, hogy az utóbbi években mivel foglalkozom.
különböző hordozókon jelennek meg az alkotásaid, a figuráid, de a figurák között azért mégis van egyfajta hasonlóság. Mit szeretnél a figurákkal nekünk megmutatni? Igazából megmutatni egy olyan szeletet a világból, ahogyan én látom a mai embereket, gondolom én, de magam sem vagyok biztos ebben. Technikailag ezek a képek úgy készülnek, egy magas nyomású mosóval sokszor felülírom azt, amit csináltam, tehát többször lemosom, akkor újra festem, meghagyok bizonyos részeket, és a végén kialakul valami belőle, amivel egy idő után lehet, hogy elégedett leszek. Erőteljes színvilágú, zaklatott hangulatú képeinek középpontjában Kéri Lászlónál is az ember áll. A vásárhelyi festőművész fél évszázados hűségét a zsűri idén életműdíjjal jutalmazta. Ez számomra munkát jelent, egy kis biztatást a jövőre vonatkozóan, úgyhogy megpróbálom megszolgálni ezt a nem is tudom, minek nevezem, kitüntetés, vagy valami a féle. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer. De ugye, aki életműdíjas itt a vásárhelyi őszitállaton, az már egyszer ugye megkapta a tornyai plakettet. Ez nagyon fontos információ. Ő mikor kapta meg? Hát nem tudom, most értem, nem készültem. Úgyhogy... Segítek, 87-ben. 87-ben, igen. És azóta egyébként rendszeresen kiállít? Én mióta ide költöztünk Vásárhelyre, Szentesről, azóta minden, az a 80 körüli dátum, akkor azóta kell minden őszitállaton jelentkeztem a munkáimmal. A mesterek mellett a fiatal generáció tagjai is elismerésben részesültek. Vető Orsolya Liának a természetet absztrakt módon láttató képe Rudnai Gyula ösztöndíjat ért. Nagyon nagy megtiszteltetésnek élem meg, és nagyon örülök neki, hogy majd egy kiállítással együtt jár ez a dolog. Tehát egy szereplési lehetőséget is jelent majd egy önálló kiállítást, ami azt jelenti, hogy egy komplexebb anyagot kell majd összeállítani, amit nagyon várok, és lesz rá egy évem, hogy gondolkodjam, hogy hogyan alakul majd. Egy fiatal művésznek mennyire segítség tényleg egy ilyen ösztöndíj, mint ez a Rudnai ösztöndíj? Egy nagy segítség mindenképpen, tehát többféle szinten is, egyrészt persze anyagi támogatást is nyújt, hiszen azért ez egy költséges pálya. Ez az önálló kiállítási lehetőség, ez is nagyon sokat számít, mert visszacsatolásokat kap az ember, meg tudja nézni a saját elkészült anyagát egyben, tud erre hivatkozni, meg tudja mutatni másoknak egy szép térben, illetve hát maga ez a lelki oldala is, ez a támogatás is sokat jelent, mint elismerés. Úgyhogy nagyon, azt tudom mondani, hogy nagyon sokat jelent, igen. Mennyire ismerős számodra ez a közeg, a vásárhelyi őszitárlat? Hát már évek óta itt kiállító művészként szerepelek, illetve több alkalommal díjat is kaptam már, úgyhogy én otthonosnak érzem ezt a hódmezővásárhelyi közeget, bár egyébként Budapesten élek, de szoktunk ide járni mindig az őszitárlatok alkalmával, illetve tartjuk a kapcsolatot több helyi művésszel is. Kicsit avass már be bennünket a te művészi világodba, milyen képpel jelentkeztél most, adtál be? Itt mögöttünk látható a festmény, amivel szerepelek a kiállításon. Ez a Biofilia című sorozat része. Alapvetően ilyen sorozatokban gondolkodom, és ez egy, hát nagyjából ilyen 30 képből álló sorozatnak az egyik darabja. Főként biológiai formákból áll össze a kompozíció, de ezek absztrakt módon vannak megfogalmazva, tehát nem egy-egyben felismerhető növény részletek, vagy testrészek, vagy hasonlók, viszont annak ilyen elvonatkoztatott, átírt verziói jelennek meg a képen. Na, egy 30 darabból álló sorozatból, de miért pont erre esett a választás, amit elhoztál? Ez egy ilyen reprezentatívabb darab szerintem, a méreténél fogva is, illetve itt nagyon sok olyan elem megjelenik, ami... Szóval ez talán egy ilyen szintézise a korábbiaknak, ez egy viszonylag frissebb verzió. Nekem, hogyha ránézek a színek szempontjából, akkor nekem ilyen nagyon ilyen optimista, pedig ez a mai világunk pont nem optimista szerintem, hogy te mit szerettél volna ezzel sugallni?
Hát ezt nem tudatosan, nem egy tudatos döntés eredménye, viszont én ilyen vagyok. Tehát, hogy én alapvetően optimista vagyok, és valószínűleg ez átsugárzik a képekben. Hát tudom, hogy a környezetben egy csomó aggasztó dolog történik, ezeket én is ugyanúgy megélem, viszont nekem egy ilyen reakcióm érkezik erre az egész helyzetre, és ez az ösztönös. Tehát szeretem az erős színeket, ezeknek a kombinációit próbálgatom a képeken, ezek számomra nagyon sok érzelmet, érzetet sugalnak, tehát bízom benne, hogy a néző számára is ez kivált egy pozitív érzést, és akár kicsit ilyen szinesztézikus hatásokat is kelthet, hogy felidéz benne ízeket, hangokat, akár nem tudom, hőérzetet is olykor-olykor egy ilyen hideg-meleg színkontraszt, szóval ilyen egészen fizikális oldala is van a dolognak. Másrészt pedig ez a biofília cím, ez is sugallja, hogy itt a természetnek a szeretete az benne rejlik ezekben a képekben, és egy ehhez való kötődés is megfogalmazódik talán a képekben. Mintegy 20 díj talált gazdára a vásárhelyi őszi tárlaton, amely december elejéig látogatható az Alföldi Galériában. Hogy kerül a szobor a falra, és mit jelent ebben a művészeti ágban a játékosság? Ezekre a kérdésekre igyekszik válaszokat adni Kotormán Norbert a Tornya János Múzeumban rendezett önálló kiállításán. A vásárhelyi szobrászművész nyerte a 67. őszi tárlat fődíját, ezért lehetőséget kapott arra, hogy munkáiból válogatást tárjon az érdeklődők elé. Az alkotó számára mindig is fontos szerepet játszott a kerámia, ezért kapta kiállítása a Laukon csupor címet. Eredendően is vásárhelyi vagyok, és én az általános iskola után két évet eltöltöttem a helyi szakmunkásképző iskolában, mint fazekas inas, tehát kerámia formázó, ez volt a hivatalos megnevezés. Rengeteget kellett korongozni, például csuprot is. Tehát nagyon sokat, gyakorlatilag minket egyből bedobtak a mélyvízbe, termelés. Tehát amit meg tudtunk csinálni, azt úgy gyakoroltuk, hogy nyilván 10-ből 3 sikerült, de azt bizony azt betették a termelésbe. És hát ez egy monoton dolog, és na mindegy, a lényeg az, hogy van egy ilyen indulásom. Én utána még a gimnáziumban is kerámia szakra jártam Szegedre, és utána, mit tudom én, az Iparművészeti Egyetemen tanítottam 10 évig a kerámia tanszéken például, tehát azért van egy olyan kötődésem a kerámia készítéshez, azon túl, hogy nagyon szeretem csinálni, hogy valamiféle képzettségem is van a dologban. És valójában az edénykészítés, meg egyáltalán az agyaggal való foglalkozás, az meg ilyenfajta foglalkozás, tehát hogy konkrétan tárgyakat kellett készítenem, és akár forgástesteket, ez számomra nagyon fontos, vagy úgy érzem, hogy a munkáimban azért ez benne van, ez a különös kifelé terjeszkedő feszes formavilág. És tehát ez a csupor, Laukon pedig az a Laukon, ugye, akiről tudjuk a Laukon csoport című műalkotás, ami ugye így a klasszikának, tehát az antik szobrászatnak az egyik ilyen ikonikus figurája, és tulajdonképpen éltem ezzel a szójátékkal, és itt nyilván picit az indulástól az iránynyúltság felé mutat ez visszafelé, tehát csuporlaukon lenne, hogyha ragaszkodnánk ahhoz, hogy mi a sorrend. De ez egy szójáték. Tehát egyszerűen csak próbáltam valahogy egy ilyen kedves, izgalmas, bevonzó címet. Ha a figuráidról beszélünk, hogy ez már el is hangzott a megnyitón is, hogy nagyon leegyszerűsített, nagyon lényegre törő a formanyelved és az ábrázolásod, ez is itt tetten érhető, de azért nagyon érdekes elhelyezkedési módszert is, módot is találtál. Hogy kerül a figurád a falra? Engem nagyon izgatott az, mindig is, hogy ezek a nagy fehér felületek, ezek ezzel hogy lehetne úgy valahogy bánni, hogy ne csak egy háttér legyen,
hanem gyakorlatilag, amiről a szobrászat szól, normális esetben a három dimenzióban való elmozdulás, bátor elmozdulás, mint hogyha az ember az óceánban lebegne, és minden irányba tér, minden irányába el tudna mozdulni, ennek egy nagyon szép leképezése, egy sarok gyakorlatilag, alapsík, magasság, szélesség, mélység ott látszik előttünk, tehát gyakorlatilag a szobrászat lényege, vagy ilyen eszenciája, amivel igazából csak a szobrászat foglalkozik, az ott van előttünk, egy kiállítótér sarkában leképezve. És ez engem izgatott, hogy akkor ne csak az alapfelületet használjuk, vagy ne csak azt a teret használjuk, ahol körbe tudjuk járni a szobrot, hanem mi van, hogyha egy tárgy fölkerül a falra, és a többi. Egyébként ez egy készítettem ilyen könnyű anyagokból szobrokat, és nem fértünk el tőle a műterembe, és akkor jött az ötlet, hogy hát akasszuk fel a falra, mert ott nem zavar. És tulajdonképpen innen indult el az, hogy milyen érdekes az, hogyha egy amúgy nem oda készült tárgy más pozícióba kerül a falra, egészen meg, tehát hogyha nem eleve a falra készítek, mert egy dombormű, egy magas dombormű, vagy egy festmény, az a falra készül, azt értjük. De hogy mi van akkor, amikor gyakorlatilag megváltozik a nézőpontunk, az alapsíkunk, ahol vagyunk, és hogy ott a értelmezések változnak, formai dinamikák változnak meg, tehát egészen átíródik az egész egy ilyen egyszerű trükktől. És a mai napig izgat ez, de például ez a szobor, ez így került a falra, hogy ez egyfajta játék, tehát egyszerűen. És aztán persze, amikor fölkerült a falra, akkor utána tovább dolgoztam rajta, és akkor utána már azzal az aggyal kezdtem el gondolkodni, ami már abból adódott, hogy a falon áll a szobor. Tehát ez játék, játékból. Tehát igazából játékból kerül a figura a falra. Lehet, hogy az lehet a titkod, hogy meg tudtál maradni ilyen játékosnak? Én azt érzem, mondjuk egy egyiptomi faragványnál, hogy beszélgetek a kollégámmal. Tehát, hogy tudom, látom, hogy mit gondolt az az ember, de ugyanúgy tudok beszélgetni egy 20. századi kollégámmal is, vagy a munkájával. Tehát én bennem nincs olyan, tehát nincsenek skrupulusaim, hogy jaj, ezt nem, vagy azt nem. Igazából tényleg a 3000 évvel ezelőtti szobrásszal ugyanúgy érzem a munkán keresztül a kapcsolatot, mint egy kortársamon, vagy egy 150 évvel ezelőttim, vagy bárkin. És ez egy nagyon érdekes, most voltam, tudom én, Velencébe megnézni a Biennálét, és ott az egyik legnagyobb ma élő kortárs, az Anish Kapoor kiállítása, az a Velencei Akadémia épületében van, és marhára élveztem azt, hogy egyszerre látok egy antik lovat, ugye a velencei lovak közül az egyiknek egy gipszöntvénye ott van, egyszerre látok egy Anish Kapoor munkát, és egyszerre látok egy trecsentóbeli reneszánsz festményt, és gyakorlatilag mindegyik lázba hoz. És ez egy marha jó ügy. Gondolom, hogy ez lehet a titok, de hát ez egy, szerintem egy normális képzőművésznek, ez nem azt mondom, hogy kötelessége, de hát ez járuléka az, hogy kíváncsi mindenféle dologra. Sallagmentes figurái Norbert unokaöccsénél, a szintén szobrász Kotornán Ábelnél is tetten érhetők, akár miniben, akár életnagyságukban. A fiatal művész rendkívül büszke arra, hogy a legutóbbi kortárs képzőművészeti seregszemlén ő érdemelte ki a Rudnai Gyula ösztöndíjat, és ezzel élete első önálló kiállítását rendezhette meg a Tornyai János Múzeumban. Én nekem ez kétszeresen nagy dobás volt, mert egyrészt nyilván egy ilyen kiváló térben látni a munkáimat nagyon-nagyon izgalmas.
Másrészt nekem nem volt még önálló kiállításom, úgyhogy nekem ez egy ilyen debütálás is. Tehát tulajdonképpen eddig ezek a kis csoportos kiállításokon való részvételek, ezek úgymond ilyen kispályás dolgok voltak. Ez nagy pálya, és éreztem is, hogy összehasonlíthatatlanul sokkal több energiát emésztett föl, de nagyon nagy élmény és öröm látni így a munkáimat itt. Hát akkor ez nekünk is külön öröm, hogy mindez az első kiállítás itt Hódmezővásárhelyen a Tornyai János Múzeumban valósul meg. Igen. Nyilván az még egy harmadik öröm nekem itt ezzel az a kiállítással kapcsolatban, hogy Hódmezővásárhely nekem félig meddig otthonom, tehát életemnek egy jelentős részét itt töltöttem el, és itt megmutatkozni, az külön öröm nekem. Tehát ez még hozzáadódik ezekhez az izgalmakhoz. Rendkívül nehéz volt most nekem ez a válogatás kérdés, mert eléggé szertágazó a munkásságom az elmúlt években, és nagyon-nagyon szerettem volna egy egységes képet mutatni a munkáimról, de igazából abban a klasszikus értelemben ezt nem tudtam megtenni, miszerint egy típusú munkákat hozok kizárólag. Ezért úgy döntöttem, hogy ilyen csoportokra bontom, egységekre bontom a kiállítást, és nagyjából ez látszik is, hogy egymástól nem teljesen függetlenül, de három egység van a kiállításon. A nagyméretű, életnagyságú plasztikák, a kis plasztikák, és ezek a ilyen absztrakt domborművek. Akkor kezdjük már az absztrakt domborművekkel, mert pont itt állunk ebben a térben, hogy ez mióta foglalkoztat téged ez a világ és ez a fajta megformálás? Mert amit eddig mi láttunk tőled itt Vásárhelyen, az általában mindig a figuralitást erősítette. Hát én elég nehéz ennek a dolognak a kezdetét meghatározni. Világéletemben ilyen gyűjtögető, meg fűben turkászó, meg kavicsokat gyűjtő ember voltam, amit itt lehet is látni. És a munkám során, vagy a munkám során rendkívül sok olyan melléktermék származik, amit valamilyen módon sajnál az ember kidobni, tehát például egy ilyen elképesztő jó edzett acél snitzerpengét töröget az ember számolatlanul, és én ezeket gyűjtögettem, és egy pár évvel ezelőtt, pont amikor a diplomamunkámat készítettem, akkor egy nagy mennyiség összegyűlt belőle, amivel faragtam, vagy ezekkel faragtam ugye a szobrot, és egyszerűen csak félretettem, nézegettem, és aztán érdekes, mert évekig tároltam ezt a dolgot, évekig nézegettem őket, és gondolkodtam, hogy mi legyen velük, és egyszer csak összeállt valami belőle, egyszer csak elkezdtek ezek így önálló életre kelni, és akkor nem tudom, körülbelül egy olyan másfél-két éve született az első ilyen, és akkor most erre a kiállításra egy ilyen nagyobb sorozatot összeállítottam belőlük. Közben a figurális alkotások kapcsán meg azon gondolkozom, hogy látjuk a minit, meg látjuk az embernagyságút, vagy talán még nagyobbat, hogy te ilyen végletek embere vagy? Nem gondolom, hogy végletek embere vagyok. A kicsi figurák azok igazából vázlatoknak indultak. Rendkívül olyan sok gondolatom volt, amihez a klasszikus kis plasztika méretben nagyon-nagyon sok idő lett volna elkészíteni a vázlatot, és ezt a megoldást találtam ki ennek a problémának az áthidalására. Tehát egyszerűen kisebben készítettem el, kisméretbe készítettem el a gondolataimat, és ilyen módon tudtam hibázni, és ez nagyon izgalmas volt, hogy nem kellett feltétlenül csak a legjobb gondolataimat megvalósítani, hanem megcsináltam egy csomó olyat is, ami nem jó gondolat, de jó, hogy megszületett. És lehet, hogy kiderült, hogyha egy kicsit változtatva, mégiscsak izgalmas és jó tud lenni. Ezekre, vagy legalábbis bizonyos ilyen figurákra én abszolút úgy tekintek, mint kisméretű vázlatokra továbbra is, annak ellenére, hogy kisméretben is működnek. Tehát van egy csomó olyan, amit szeretnék nagy méretben megvalósítani, tehát van egy ilyen reláció közöttük, de külön-külön is működnek. És ennek a női alaknak, ami, ha
elmondhatom, nekem például ez a kedvencem, akkor ennek is volt vázlata? Ez megint egy kalandos történet, ezt még az egyetem alatt kezdtem el, az egyetem éveim alatt modell után mintázni, aztán többször elővettem, utána modell után befejeztem, ezzel egyszer pályáztam, ennek egy korábbi változatával pályáztam a Derkovics ösztöndíjra, ahol szerencsére akkor sikerrel szerepeltem, és aztán évek múlva megint elővettem, és nem tetszett, és javítgattam, és akkor lett egy ez az egészen különös ilyen rapcsos felület, meg egy szín is bejött a képbe, és nagyon kedves barátom és kollégámmal együtt csináljuk a Pécsen a doktori iskolát képzőművész szakon, és ő pedig ezeket a rendkívül izgalmas harsány virágplasztikákat csinálja. Külön-külön készült a kettő mű, és egyszerűen összeállítottuk, tehát megnéztük, hogy milyen együtt, és azt láttam, hogy az, amit hiányoltam az egész dologból, az belekerült azáltal, hogy összeállítottuk a kettő munkáját, úgyhogy ez egy ilyen koprodukciós munka, és nagyjából ez a története. Hogyha most meg kellene fogalmazni, hogy most hol tartasz, akkor mit tudnál mondani? Valahol én ezt a kiállítást egy kezdetnek érzem. Saját magamnak is nagyon fontos volt, hogy ezt meglépjem. Ez mindenképp egy léptékváltás, talán egy kicsit ilyen szintlépés is nekem. Úgyhogy én ezt egy ilyen nagyon jó erős rajtnak érzem most a pályámon. Önök a Vásárhelyi Televízió kulturális magazinját látták. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Legközelebb is számítunk önökre. Viszontlátásra!